4 éve már, hogy nincs köztünk a korábbi 149-szeres válogatott kosárlabdázó Sitku Ernő, akinek emlékét többek között egy tornával is ápolja egykori klubja. Az ellenfeleket az elmúlt években sem kellett kapacitálni, hogy elfogadják a meghívást, mivel az egész kosárlabda társadalomban szerették a pályafutása befejezése után sportvezetőként dolgozó, a magyar kosárlabdázás 100 halhatatlan játékosa közé beválasztott sportembert. Az idei tornán 3 korábbi klubját láthatják majd a szurkolók a Continental Arénában. Mindig azokban a csapatokban gondolkodunk először, ahol Ernő mint játékos szerepelt, talán egy év kivételével eddig mindig össze is jött, de megerősíthetem, hogy most minden bizonyal az egyik legerősebb kerettel, legelősebb torna résztvevőkkel tudjuk ezt a Sitku Ernő emléktornát megrendezni, hiszen csupa élcsapat érkezik ide Nyíregyházára, az atomerőmű ese, a Deac, illetve a budapesti Honvéd ese csapata mind a hárman elfogadták gyakorlatilag első szóra a meghívást, úgyhogy egy nagyon komoly torna lesz, egy nagyon komoly erőfelmérő, nyilván nekünk itt nem a győzelem a cél, hanem az, hogy ezekkel a csapatokban is próbáljunk partiba lenni, és fölvenni az A-csoport ritmusát már itt a felkészülés közepén. A játékosok még szabadságukat töltik, a klub vezetői azonban nem pihennek, így szinte teljes a következő szezon játékos kerete. A távozókról korábban már hírt adtunk, illetve az érkezőkről is. Még egy olyan játékos van, egy fiatal magyar játékos, akinek a szerződtetése a porondon van, hiszen gyakorlatilag a 12-es keretből 11-en már megvannak. Egy légiós igazolással is közel állunk, őt majd az augusztusi időszakban fogjuk bejelenteni, illetve hogy ez a magyar játékos aláír, akkor azt gondolom, hogy kész a keret. Legalább olyan erős, mint a tavalyi. Én bízom benne, hogy őket felül tudjuk írni azt az eredményt, amit tavaly elértünk. Szeretnénk ott lenni a legjobbak között, akár a dobogón, aztán majd meglátjuk, hogy ez a feljutás elég lesz-e. A szakmai munka első számú felelőse továbbra is Merin Mehmedovics, az ő segítő stábban azonban történtek változások. Szobi Dániel abbahagyta a versenyszerű kosárlabdázást, ő az eddigi teendői mellett most a felnőtt csapat vérkeringésébe is becsatlakozik, mint edző. Amellett, hogy az U21-es csapatnak lesz a vezetőedzője, a felnőttben úgynevezett másodedző vagy segédedző szerepkört fog betölteni, illetve úgy Merin, mint én is szakmai stábban, edzői brigádban gondolkodunk, tehát Vaskó György, illetve Demeter Ádám, ha szabad így fogalmaznom, a mi kutyánk kölykei, itt kezdtek kosárlabdázók lenni, és itt lettek utána edzők, szintén a felnőtt csapat vezető edzői vagy edzői csapatába fognak tartozni, úgyhogy egy nagyobb stábbal fogunk a jövő évben dolgozni. A nyíregyházi kosarasok mintegy 50 fiatal mellett már ott lesznek a július 29-én kezdődő hagyományos képzőtáborban, a tényleges felkészülés pedig egy héttel később indul. A Sitku Ernő emléktorna szeptember 6-ai nyitónapján a két cápák a budapesti Honvéd ellen lépnek pályára, a Pas pedig a Debrecennel méri összetudását.